Hello mindenki! Biztos belefutottatok már abba a problémába, hogy egy hosszas fotózás után több száz, akár több ezer képetek volt a memóriakártyán, és egy-egy témáról akár több tucat, rengeteg képet csináltatok sorozatba, hát ha az egyik jó lesz. Viszont ezt a több száz vagy több ezer képet utólag kiválogatni, hogy tényleg melyik lett a legjobb, hát egy elég nehéz feladat. Ebben segít nekünk a Picturesque nevezetű szoftver, ami ha hiszitek, ha nem is teljesen automatikusan, de megpróbálja eldönteni, hogy melyek azok a képek, amik esetleg érdemesek arra, hogy megtartsuk őket, és melyek azok, amiket törölhetünk. Nézzük, hogy hogyan is működik ez a Picturesque, ami feltelepítve körülbelül egy ilyen 180 megabájtos telepítő fájl, és ránézésre egy elég modern kezelőfelület. Ez a kezelőfelület három részre oszlik. Itt oldalt tölthetjük be a képeinket, akár a memóriakártyáról, akár egy merev lemezről. Nézzük is meg. Én most a merev lemezről töltök be néhány képet. Oké. És meg is kaptuk itt a mappánk nevét, amiben 40 darab fotónk van, és ezzel a gombbal, illetve a Start Import gombbal behívhatjuk. Itt a másik oldalon adhatjuk meg, hogy mi legyen az a könyvtár, automatikusan ő kiválaszt a telepítési könyvtáron belül egyet, ami ahová automatikusan elmenti majd a képeket, de mi is megadhatunk ezzel a gombbal teljesen egyedi könyvtárat is neki. Nos! Tehát importáljuk a képeket. Ahogy látjátok, elég lassan működik ez a dolog. 40 képről van szó, 24 megapixeles fotókról, és hát nagyjából így megy. Egy picit bele is gyorsítunk, mert nem akarjuk elunni itt az életünket. És íme itt is vagyunk. 40 fotót emlegettem, de a szoftver teljesen automatikusan csoportokba rendezi ezeket. Tehát itt van egy különálló témáról 11 fényképünk, itt van egy másik témáról 19, illetve nem is másik, ugyanarról a témáról, de külön csoportba rendezett 10 fotónk. A lényeg ennek az egésznek, hogy teljesen automatikusan találja ki azt a szoftver, hogy szerinte mely képek tartoznak egy csoportba, és azt is, hogy szerinte milyen minőségűek ezek a fényképek. Hogyha behívsz egy ilyen csoportot, akkor látod, hogy hát ezt nagyon szépen oldotta meg ezt a feladatot, tehát ezek tényleg ugyanarról a témáról készült képek. Az viszont már azért egy kis vita tárgyát képezheti, hogy valóban a képminősége ennek a képnek a legjobb-e, ugyanis a szoftver sorba rendezi minőség szerint. Azaz szerinte ez a legrosszabb, és szerinte ez a legjobb minőségű kép a sorozatban. Egyébként itt a bal felső sarokban láttok egy ilyen kis háromszöget, a zöld jelenti a jó minőséget, a sárga a kicsit gyengébbet, és a piros az a leggyengébbet. Ezeket a piros fotókat külön ki is listázhatjuk, illetve eleve töröltethetjük is a szoftverrel. Ha kilistázod a csoportodat, kétféle nézetet kapsz. Kapsz egy ilyen mozaik nézetet, illetve egy side-by-side nézetet, ahol két fotót hasonlíthatsz össze mindig egymás mellett, úgy sokkal nagyobban látod őket. Na nézzük is, hogy hogy működik. Az egésznek a lényege az, hogy így egybe látva a sorozatunkat, már eldöntheted, hogy melyek azok a képek, amik biztos, hogy nem tetszenek neked, és szerintem itt nem is nagyon kell figyelembe vennünk az, hogy a szoftvernek melyik tetszik, bár ugye eltalált, hogy például ez a három kép, ez túlságosan sötét. Minden képre, hogyha ráviszed az egér mutatót, akkor találsz két darab jelölőt, a baloldalival kiveheted ebből a csoportból ezt a képet, de nem törli, csak kikerül innen és külön teszi, a jobboldalival pedig egyszerűen elutasíthatod, vagyis azt mondod neki, hogy hát ezzel már nem szeretnék én foglalkozni. Tehát ezt a képet elutasítjuk, ezt a képet is, illetve ezt is. Ahogy látod, ezek kikerültek ide egy rejected könyvtár, vagy rejected, mit tudom én milyen külön csoportba, amiket akár egyszerre vissza is állíthatsz, vagy egyenként, ha rányomsz erre a kis piros gombra, akkor visszateheted
ha mégis meggondolod magad, de ne gondoljuk meg. Én így globál nézetben azt mondom, hogy számomra ez a kép is kicsit sötét, ez a kép is kicsit sötét, és most jön a lényege a szoftvernek, az, hogy intelligens zoom funkció is található benne. Hogyha a képek között van egy pici kis eltérés, és bele zoomolok bármelyik képbe, akkor az összes többi is vele együtt nagyítódik, hogyha állítom, hogy mely kis szeletét szeretném megnézni a képnek, akkor az összes többi is állítódik, és a szoftver megpróbálja kitalálni, hogy milyen részletet nézek éppen, és ahhoz igazítja a másikat is, függetlenül attól, hogy a képen mondjuk egy más fajta képkivágásba szerepel ugyanaz a téma. Tehát a téma részleteit elemzi, és az alapján megpróbálja kikeresni ugyanazt a kis képkivágatot. Ez általában sikerül neki, de azt vettem észre, hogy nem minden esetben. Ilyen esetben nyilvánvalóan, hiszen itt a teljes képkivágás és a téma is tök ugyanaz, semmi nem változott, csak esetleg az autofókusz nem állt be minden képnél teljesen élesre, illetve sötétebbek és világosabbak a képek. Hát azt mondom neki, hogy ezt is kiveszem, mert ez sötét nekem, és talán még ezt is. Ez egy picit világos nekem, de elég szép, éles, sőt ezt 200-as nagyításig nagyíthatod. És azt mondom, hogy nekem ez egy picit világos, és a kettő közül kell eldöntenem, hogy melyik maradjon végül is. Ezt egy picit élesebbnek látom, tehát ezt kiveszem. Végül is a csoportból ezt az egyet tartotta meg. Ha visszamegyek, akkor ugye már is ez a csoport már csak egy képet tartalmaz, és a rejected, vagyis az elutasított fotónk az 10 darab kép, amiket akár egyenként ki is törölgethetek, vagy ha úgy gondolom, akkor vissza is állíthatom őket. És nézzük meg, hogyha mondjuk sportfényképet csinálunk egy mozgás sorozatról, aminek ugye nem minden egyes képkockája ugyanaz, mint például egy épület vagy egy tájfotónál, akkor mit kezdhetünk ezzel az egésszel? Hát igen, itt van a szoftverünk, aki megpróbálta szépen összerendezgetni sorba, hogy melyik számára a legjobb és melyik a legrosszabb fotó, és itt, ahogy látjátok, már el is tűnt, egy kicsit kell várnunk, amíg betölti, illetve analizálja a képeket, és meghatározza az intelligens zoom adatbázist. Na, és hogyha az egérmutatót megint görgetem, akkor szépen látszik, hogy milyenek a képeink nagyítva, és látszanak azok a képek, amiket már eleve kizárhatunk ezek közül a képek közül. Mert például itt van ez a fotónk, ami szinte sehol nem éles, sehol nem sikerült az autofókusznak beállnia, tehát ezt kivesszük. Hát igen, ez a fotó is elég életlen, és így tovább szépen kipakolhatjuk egész gyorsan azokat a képeket, kizárhatjuk, amik számunkra nem annyira érdekesek, vagy nem annyira élesek. Vagy akár használhatjuk ezt a side-by-side funkciót, ahol kijelölheted, hogy melyik kép szerepeljen itt, és melyik kép szerepeljen itt. És így csatázhat ez a két fotó egymással, hogy szerinted melyik a jobb. Azt mondom, hogy ezt kizárjuk, ez kicsit életlenebb, ezt is kizárjuk. Nekem ez tetszik kevésbé. Na, most csak az élességre megyek rá, de persze, hogyha így mozaik nézetbe nézed a képet, akkor akár így is kizárhatod, hogy melyik az, ami jobb vágás esetleg, tehát például itt túlságosan kevés a hely a fejnél, ezt kizárjuk, itt egy picit az ég túl világos, ezt kizárjuk, független attól, hogy milyen éles. Itt az egész jó ezzel a felemelt kézzel, kicsit dinamikusabb, tehát ezt megtartjuk, meg is nézzük, hogy mennyire éles. Hát viszonylag, nem ezt mondanám a legélesebb képnek, de mondjuk, hogy bent tartjuk, és így tovább, egymás után kizárogathatod a képeket, és a legjobbakat megtartod. Aztán szépen visszalépsz, és ha úgy érzed, hogy elkészültél a válogatással, ami sokkal gyorsabb lesz, mint egy bármilyen képkatalógizáló szoftverben, akkor mehetsz az export részre, és az export részen kijelölöd ezt a könyvtárat. Csak a beválogatott képek vannak már a 40-ből, és bárhová elmentheted. Itt a Start Export lehetőséggel. Úgyhogy a végén néhány szó a szoftverről. Valóban egy
Elég jól kinéző, hiszen egyszerű kezelőfelületű szoftverről van szó. Egy picit lassúcskának találtam az importálási lehetőségét. Ha több száz vagy ezer képről van szó, és nagy felbontásúak, akkor akár hosszú perceket kell várnod arra, hogy mind a több száz vagy ezer képet betöltődjön. Az automatikus minőségi sorrendet sem találtam valami megbízhatónak, illetve hát nem ütött szíven a dolog. Szerintem ne hagyatkozz rá, viszont az automatikus zoom funkció, az intelligens zoom, az egy nagyon jó dolog, hiszen nem kell külön-külön kiválogatnod a képrészleteket, egy képbe belenagyítasz, és a szoftver megpróbálja automatikusan megtalálni ugyanazt a részletet egy másik képen is, illetve az összes többi képen, és ezeket egymáshoz képest hasonlítgathatod. A csoportosítást, hogy egyáltalán milyen képeket rendez azonos csoportba, nos, ebben azért vannak néhol problémák, de nagyjából azért megtalálja őket, úgyhogy mindenképpen segítség a Picturesque abban, hogyha nagyon sok képet kell, például ilyen sorozatokat leválogatnod. Ráadásul, ezt még nem is mondtam el, ez egy ingyenes szoftver, mondjuk, hogy viszonylag kevés helyet foglal, bár egy szimpla kis képnézegetőtől vagy katalógizálótól ez azért nem is egy olyan kevés tárhely. Akinek ilyen problémái vannak, és nagyon sok képet szeretne leválogatni, az mindenképpen tegyen vele egy próbát. Szerintem, ha nem is teljesít mindent, amit ígér, de azért nagy segítség lesz ebben a feladatban. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte a videómat, és hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, hiszen ezzel is jelzitek, hogy jó irányba haladunk. Sziasztok!